Jó estét kívánok! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem csak a magam nevében, hanem itt a hátam mögött már felsorakozott egyesületi tagok nevében is. Sőt, kiterjeszteném mindaz, aki még a színpadon most nem látható, de az egyesület tagjait gyarapítja, szintén üdvözli önöket. Meg fogják látni az est során, hogy változatos fellépőkkel az egyesület majdnem minden tagja szinte szóhoz fogja juttatni ezt a nagyszerű hangszert, a harmonikát. Hát nagy tisztelettel üdvözlöm önket, én magam nevében is, és hát én azt mondom, hogy önöket már kiemelt tisztelet azért is illeti, mert nem a Mikulást választották programként a mai napra, hanem ezt a nagyszerű rendezvényt. Én tudom önöknek garantálni, hogy nagyon jól választottak, és hát a harmonika mindig győzedelmeskedik minden felett, úgyhogy a harmonika szó betölti a mai estét, nem csak itt ebben a pincében, ebben a remek helyszínen, ezt a helyszínt egyébként már korábbi évek rendezvényein remekül kipróbálta az egyesület, hogy úgy mondjam, és nagyon jól teljesített. Úgyhogy én azt kívánom önöknek a program során, hogy érezzék jól magukat, egészen biztos vagyok, hogy az itt felhangzó és felcsendülő darabok, számok, nóták, sokfajta műfaj meg fog szólalni. Mind ismerősek lesznek önöknek, úgyhogy hát mivel ez egy hosszú műsornak ígérkezik, ezért nem is húznám tovább a bevezetőt, felkonferálnám az első résztvevőt, ami a résztvevő szintjén már egy komplett nagy szakkör itt mögöttem, és szerintem egy nagy tapsal üdvözöljük is őket. A harmonika szakkörről van szó, akik az egyesületi tagokból állnak. Műsoruk annyira változatos és sokszínű, hogy egyenként nem is fogom most felkonferálni, hogy mi hangzik el. Fogadják nagyon sok szeretettel. Thank you.
És egy görög malta. Thank you.
egy olyan nótával zárjuk a műsorunkat, ami azt hiszem mára pont illik ide ez a nóta. És nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmünket, átadjuk utána a szót a többieknek. Ez bizonyára azért, mert ilyenkor látszódik meg mindaz a munka, amit belefektetnek az év során, és talán még azon túl is minden tagja a zenekarnak. Én egészen biztos vagyok benne, hogyha a tévében most futó Virtuózok című műsorban valaha zenekari produkciók is szót kaphatnak a mostani szólók helyett, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy ott lesz a helye ennek a harmonika szakkörnek, és a változatos műsoroknak, hiszen nem csak a harmonika van a zenekarban, hanem kiegészül dob és basszus szólamból is, úgyhogy ez mindenféleképpen színesíti. És amíg elpakolnak az egyesületi tagok, valahogy össze szeretném foglalni, hogy ez a mai műsor valami hasonló lehet, mint amikor jön a Mikulás, és akkor odaülteti a kisgyereket a térdére, és azt mondja, hogy na, akkor jár csak az ajándék, hogyha mondasz valami szép verset, vagy be tudsz számolni, hogy jó voltál az év során, vagy valami hasonló. És akkor fogjuk fel úgy, hogy ma este, akkor mintha önök ott azon a térfélen, mint a Mikulás, egy picikét szeretnék megtudni azt, hogy mindaz az előadó, akik itt ezen a színpadon ma játszani fognak és zenélnek, mit és hogyan fekteted bele energiát az év során, akkor mindenképpen az a végkicsengése a dolgoknak, hogy egy nagyszerű produkció lesz, nem csak az előbb elhangzott harmonika szakkör részéről, hanem az összes többi, akár szóló, akár más típusú egyéni előadó hangszeréből. Most pedig, ha jól tudom, egy olyan műsor pont következik, ami nem csak a zenét fogja idehozni erre a színpadra, hanem egészen egyszerűen egy kis bemutatása is lesz a harmonikának. Ugyanis Schmidt Attila következik, aki azt a címet adta a műsorának, amit itt fog majd nekünk bemutatni, hogy harmonika szerepe a magyar műzenében. Schmidt Attiláról annyit mondanék, amíg megérkezik ide a színpadra, hogy ékes előjárója a magyarországi harmonikásoknak, aki munkásságával és törekvéseivel a harmonikát egyre inkább szeretné megszeretetni és nemesíteni
minden más ember számára, aki esetleg még a harmonikát nem ismeri olyan mélységekben, mint mi, akik ezzel a hangszerrel akár a színpadon is operálunk, hogy úgy mondjam. Attila annyit mondott el nekem a bevezetőben, hogy egy kicsit szeretne beszélni arról, hogy a harmonika miként és hogyan tud hozzájárulni a magyar zene megőrzéséhez, gyarapításához. Ehhez hozzájárul majd az ő beszéde, előadása. Itt már látják, itt a hátam mögött lesz egy kis vetítés is. És ígérem, ki fogok állni majd a vetítő elől, hogyha elkezdik. És Attila természetesen magával hozta ehhez a hangszerét is, amit hát csak annyit mondhatok róla, hogy egyrészt, hogyha az ember ránéz, akkor ugyanolyan fekete, mint a többi másik, de hatalmas lélek lakozik benne, higgyék el nekem. Attila a felelős azért, hogy ezt bemutassa nekünk, és még nem érkezett meg, de egészen biztos vagyok benne, hogy már úton van. Én többet nem is tudok elmondani egyelőre, mivel igen erősen érkezik ő maga és a hangszere, és akkor beszéljen ő és a hangszere. Fogadják nagyon sok szeretettel. Schmidt Attila! Jó szexfilm. Amit csináltam műsort, azt nagy sikerrel otthon hagytam, tehát a laptopomtól kezdve mindent, amit lehetett, és ezt gyorsan a szállodába írtam meg ezeket a ilyen mozaik tőmondatokat, hogy miről is szeretnék beszélni, és mit szeretnék megmutatni. Oké. Na, következő, átmegyek erre a másik oldalra. Annyit a motivációról, hogy miből alakult ez ki. Ugye van egy fő cím, amit most gyorsan kreáltunk hozzá. Harmonika csárdásban és a műzenékben. Ugye ez annyit jelent, hogy amit mi cigány zenének nevezünk, illetve mulatos zenének, azt értjük műzene alatt, azért műzene, mert van szerzője. Tehát akkor népzene valami, hogyha a szerzője ismeretlen. De hát ugye, amiket így mindennapokban hallunk cigányzenészektől, meg ilyen mulatos zené, mindegyiknek van zene szerzője, illetve szövegírója, tehát műzenének fogjuk nevezni, és mindig, amikor ilyen műzenére vagy csártásokra hivatkozunk, ezt kell alatta érteni. És végül is a feladat az, hogy miből alakult ez ki, abból, hogy ugye kezdő harmonikások vagyunk, tehát amatőr zenészek, és mindig van egy ember, aki felteszi a kérdést, hogy játsszál akkor magyar zenét nekünk, és úgy az ember megpróbálkozik mindennel. Egy-két probléma van, ugye, hogyha valaki elmegy mondjuk zenéskolába tanulni zenét, ott nem fogják tanítani neki a magyar zenét, illetve a magyar műzenét. Egyszerűen nincsen rá tananyag, nem lehetséges, semmilyen fél módon. És onnantól kezdve az illető saját tehetségére, illetve motivációjára van hagyatkozva, hogy mennyire fogja elsajátítani, mennyi időt fog belefetszelni. És itt egy-két ilyen tőmondattal megnézzük ezt, tehát ebből az derült ki mindig, hogy itt játszottunk magyar zenét, és akkor van egy nevezetes illető, az a neve, hogy Móger Péter, szerintem nagyon sokan
ismerik, és azt mondta, hogy na, Schmidt, játssz akkor magyar zenét, miért nem tudsz magyart játszani, mert minden szart játszok, de magyar zenét nem. Tehát ez a lényeg. Végeredményben, és ebből indult egy ilyen motiváció, és akkor egyre-egyre jobban többet foglalkoztam vele. Nem azt mondom, hogy tudom, hanem sok időt eltöltöttem vele, hogy mit lehetne belőle kezdeni. Ha megnézzük a környező népeknek a zenét, a Balkánon, a románokat, szerbeket, franciákat, németeket, mindenhol már adaptálva van a népzenéből kifejlesztett harmonika zene, Magyarországon ez még nem létezik. Tehát meg kell vizsgálni azt is, hogy miért nem, majd erre is választ találunk, de jelen pillanatban ezt lehet mondani. Tehát nem tudnánk mondani olyan harmonikást, vagy harmonikásokat, akik nagyon professzionális szinten, tehát színpadi szinten tudnák ezt művelni, tehát a magyar zenét harmonikán. És az első ilyen kérdés, tehát hogyha most logikusan megyünk tovább, van a műzene adaptálása a harmonikába. Kiválasztjuk magát a stílust, maga a stílus az a cigány zene. Mivel játsszák? Hegedűvel, brácsával, cimbalom van benne, bőgő. Most az a feladat, hogy ugye az egyes hangszereknek a játék stílusát valahogyan adaptálni kellene a hangszerre. Ez előadóktól és tanulótól változik, mert ugye kell egy technikai tudás, meg kell hozzá az is, hogy valamilyen szinten ismeri az ember ezt a típusú zenét. Tehát meg kell ismerni. Most egy kis ilyen YouTube-os bejátszásokkal meg szeretném ismertetni, hogy mi az egyes hangszer mit csinál. Tehát egy szólisztikus darabokat fogunk kiszedni egy-két másodperc, és akkor utána, hogy ez megtörtént, utána már a harmonikán keresztül is megpróbálom ezt adaptálni, hogy én mire jutottam. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha én itt bármit is mondok, az a valóság. Tehát én ezt nem tanultam, tehát ezt ne legyen ebből félreértés. Meg ezután a megbeszél, hogy ezután az előadás után senki se tud magyar zenét játszani, az is biztos, mert nagyon sok idő kell hozzá. És erre is kitérek, hogy miért. Kérnék szépen a Zsáfai Piros. Van egy olyan a videóban. Igen. Hogyha még lesz hangunk, akkor nagyon jó. Itt egy klarinétot fogunk hallani. Ami nagyon lényeges, hogyha valaki arra szánja magát, hogy magyar népzenét vagy műzenét szeretne tanulni, olyan felvételeket keressen, vagy olyan lehetséges zenekari felállásokat, ami kevés fővel van. Tehát van egy szólisztikus hangszer, egy bőgő, meg mondjuk egy brácsa. Azért, mert könnyen ki tudja hallani a szólamokat belőle. Tehát ne nagy zenekari dolgokat nézünk meg, mert annak nincsen értelme. Tehát ez maga a klarinét. Tehát itt egy öblögetést, vagy öblögetésnek nevezik, ahogy ezzel a technikával fújja a zenész. És igazából ennek a technikának az elemeit kellene a harmonikára felfektetni, illetve megoldani. Most figyelembe kell venni a hangszernek az egyediségét, hogy hogyan tudom ezt megoldani a fújtató technikával, hogyan tudom megoldani a billentyűzettel, a billentéssel. Jó, köszönöm szépen! Még hogyha meg is áll, akkor nagyon jó lesz. Jó, menjünk egy következő felvételre. Nagyon rövid leszek ezen a részen, mert nem akarok senkit se elhaltatni. De utána fogunk. A következő, ugye most hallottuk, hogy van benne egy klarinét. Nézzük meg, ugye van egy cimbalom, ugye mindenki tisztában van azzal, hogy van egy cimbalom. A cimbalomot is majd adaptálni kellene, de itt már sokkal nehezebb a dolog, hogy hogyan történik ez az adaptáció. Hogy tudom én imitálni, úgymond a harmonikán a cimbalmat. A megoldást azt jelenti, hogy a cimbalomot már a roma zenészek adaptálták billentyűs hangszerre a zongorán keresztül. És ott van egy effektus, amit ők használnak. Ezt az egyik zenész ismerősöm, Villás Gyuri fogja bemutatni. Szintén YouTube-os felvételő, Németországba él. Tessék megnézni itt a kezet. A bal kezénél így elkezdi billentetni. Tehát ezzel fejezi ki a cimbalomnak a játékát. Mert a cimbalom a műzenébe tömörít. Tehát az, a
harmóniákat és az akkordokat tömöríti ki. Itt még nagyon érdekes arra, hogy ki fogunk térni, hogy kitérek arra, hogy milyen skálákat használ annak érdekében, hogy meglegyen az íze, hogy magyaros legyen. Tehát milyen mol jellegű skálákat, és mikor köti össze a mol jellegű skálát dur skálával, és hogyan megy át egy-egy kromatikus futammal, molból durva, vagy durból molba. Elnézést, hogyha nagyon szakmaian beszélek, de próbálom. Jó, köszönöm szépen. Tehát ő lenne a cimbalom, tehát ezt a technikát kellene majd harmonikára átfektetni. A következő részünk még egy brácsa, ami nagyon ez a felvétel lesz. A brácsa, amitől, egy pillanat még, amitől ilyen nyávogósnak érezzük a magyar nótákat, illetve a csárdásokat. És én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy nagyon jó a magyar nóta, meg a csárdás. Lehet ezt hallgatni egy átlag ember számára egy-két órán keresztül, de utána egy nyávogásnak hallatszódik az egész. Tehát megtelítődik vele az ember, és azt mondja, hogy hú, atya úristen, nekem ez sok. Tehát olyan, mint a magyar kaja, mint a töltött káposzta, hogy nagyon ízletes, de hogyha sokat eszik az ember, akkor kifekszik tőle, és akkor következő nap káó. Tehát most egy ilyen felvételt fogunk hallani. Tehát lehet, hogy rosszul mutattam, nem ez lesz az, hanem ezt kérem szépen. Itt egy tiszta brácsát hallunk, és ide, idáig megyünk el. Mert az búra termett idő, itt egy lassú csárdást, lassú csárdást hallunk. És ahogy a brácsa játszik, az ilyen nyámogósan húzza. És van benne egy lüktetés, amit ilyen kis dűvőnek neveznek, de a nagy dűvőt az valójában a bőgővel húzza. És ő szinkronban játszik mindig a bőgővel. Tehát a bőgő, illetve a brácsa hozza ki az abszolút harmóniát magában, abban a műdalban, amit játszanak. Kassa Batilla feszít itt boxoló mellett. Jó, köszönöm szépen. És hogyha visszamegyünk, hogyha megnézzük ezt az egészet, hogy ez hogy szól önmagába, ezt a felvételt kérném szépen. Itt a Boros Lajos bácsi játszik, aki idén nyáron halt meg 85 éves korában, ha jól tudom. És hát neki volt egy olyan stílus, egyébként zeneakadémiát végzett emberről van szó, de mégis az mellett nem komoly zenész lett, hanem a hagyományok miatt ugye cigány zenész, és azokból egy nagyon kiemelkedő tehetség. És ennek megfelelően úgy válogatta mindig össze a zenész társait, hogy nagyon jó zenészekkel vette magát körül, és ezért rendkívül színvonalas produkciókat tudott adni. Most egy cigány zene akkor nagyon jó, hogyha letisztultan értjük azt, hogy mit játszanak, mi a szöveg, egyből felismerhető a dallam. Jó, tehát ez egy ilyen, majdnem azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen tananyagszerű játék, ami itt történik. Elindíthatjuk. Tehát itt szépen lehet hallani, mit játszik a basszus, mi a dallam. Itt vannak még ilyen nagyon vágyt fülűek, hogyha hallgatják a basszust, akkor ez nem egy inga basszusról van szó, hanem nagyon közelít mondjuk ilyen bachi fugameletekhez, illetve teljesen önálló lépéseket tesz a basszus. Jó, köszönöm szépen. Most menjünk vissza a jegyzet részére. Tehát körülbelül eddig tartott, hogy mi a zenekar, mi a cigány zene. Na most itt különböző kérdések vannak, hogy mit kellene elérni annak érdekében, hogy mondjuk lehet, hogy be lehessen vezetni tananyagként a magyar zenét, illetve hogy milyen szinten kellene tudni játszani a magyar zenét, milyen technikai felvonultatás szükséges ahhoz, hogy egy előadó nagyon jól tudjon mondjuk magyar zenét játszani. És egy nagyon lényeges dolog, hogy miért nem tudunk jól játszani magyar zenét. Hogyha megnézzük a környező országoknak a zenei stílusát, hogyha népzenéből indulunk ki, minden országnál a dallamba élik meg a zeneiséget. Magyarországon, tehát a magyar népzenébe, illetve a magyar műzenébe nem a dallamba, hanem a harmónia rendszerébe.
és ez egy sokkal összetettebb hallást, illetve összetettebb gondolkodást igényel zeneileg, mint hogyha egy dalamot lejátszok. Ha megnézzük a szerzenét, nagyon gyors, ismétlődő motivumok vannak dallamilag, de viszont a kísérete az nem olyan fejlett. Nálunk azon, hogy van egy dallam, és a dallamra írnak olyan típusú kísérleteket, amilyen sokkal komolyabb zenei gondolkodást előlegez meg. És ebből kifolyólag sokkal magasabb szintre kell eljutni ahhoz, hogy valaki magyar műzenét, illetve csárdásokat tudjon nagyon jól játszani. Itt egy pár kérdést feltettem még, hogy mi a jellemző a stílusjátékra, hogyha mondjuk csárdást írunk, csárdást játszunk, mik azok a zenei elemek a játék alatt, amik ezekből azt mondjuk, ez egy csárdás, a csárdáson belül miért lesz verbunkos, vagy miért nem lesz verbunkos, mitől friss a csárdás. Tehát ezek mind olyan elemek, mint hogyha azt mondom, hogy müzettet játszok, vagy dzsavát. Tehát mind a kettő francia műdal, az egyik műzett, a másik dzsava, és megvan a sajátossága, megvannak a stílus elemek, hogy mitől lesz valami dzsava, mitől lesz műzett, és mondjuk, hogyha még mazurkát is teszek, ugye, akkor mitől lesz mazur. Eredetileg a mazurka lengyel tánc, de mégis a franciák által lett úgymond közkedveltebb, hogyha nem a komoly zenéről beszélünk. És még egy nagyon lényeges dolog, hogyha lejjebb megyünk, még egy kérdés van, hogy mi az a kötődési elem, ami mondjuk a zenénél, ugye minden zenének van egy tempója, van egy ritmusa. A dallamban megjelenik a ritmus, és mondjuk, hogy alakul ki maga a tánc az adott zenére. Tehát a csárdás miért úgy táncolják, ahogy táncolják? Miért nem ugrálnak, mint a hullahopp karikával? Tehát itt ez a kérdés, hogy miért nem olyan? És hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy megnézzünk egy nagyon jó koreográfiát, vagy egy nagyon jó táncost, vannak legényes táncok, vagy páros táncok, a magyar tánc az páros tánc, hogy mitől lesz az, hogy ez egy csárdás? Az attól alakul ki, hogy magának a számnak van egy lüktetése, és a dallamnak meg mindig van egy ritmikája. A szólisztikus táncos mindig a dallam ritmikájára táncol. Tehát, hogyha most nagyon egyszerű példát szeretnék mondani, vegyük a keringőt, uncacca, uncacca, uncacca. És amikor a hangsúlyok vannak, akkor ér le a lábunk. Tehát úgy keringőzök, hogy uncacca, uncacca. De viszont a magyar népzenében, meg a magyar műzenében sokkal bonyolultabb tánc ritusok vannak. Ezeket ilyen nagyon komoly koreográfusok már régebben elnevezték, hogy van például kis harang, nagy harang. Ez pont annyi időt tölt el, mondjuk egy felugrás, egy nagy harang, pont annyi időt tölt el a táncos a levegőbe, mint ahogy egy nyújtott ritmust mondjuk kijátszik a zenekar. És a nyújtott ritmusnak mondjuk bizonyos részein lábveréseket, vagy még rá ritmizál. Tehát ezt lehet, hogy így nem lehet érteni, de körülbelül erről van szó. Ezt még lehet, hogy fejlesztenem, hogy el tudjam magyarázni, de körülbelül erről van szó. Tehát, hogy ma magyar zenében a tánc az rendkívül ilyen összefonódik a ritmikával. Tehát ezért ettől lesz olyan íze minden zenének, hogy van benne egy ilyen sajátosság, és a magyar zenében lényegesen több van, mint általában más ilyen népi jellegű zenékben. Tehát sokkal komolyabb. Ezen kívül ugye még meg kell említeni a basszusjátékot, amit mondtam, hogy szinte fugaszerűen emelkedik, fugaszerű szólamokat játszanak a basszusba. Ez abból adódik, hogy inkább kromatikus jelleggel kötik össze a harmóniákat, és ebből egy ilyen lépegetős stílus alakul ki. Igazából, hogyha még lejjebb megyünk, azt hiszem így... Igen. Még egy nagyon kérdés van, hogy egy olyan kérdés van, hogy mitől fogok én tudni majd magyar zenét játszani. Tehát, hogy aki mondjuk ismeri a tananyagokat, akkor mondjuk van egy új szerzemény, egy új szerzőnek a dalát szeretnénk megtanulni, annak van nehézségi foka, és annak megfelelően olyan típusú új gyakorlatokat veszünk elő, hogy a végén utána fel tudjuk építeni ezt a számot. Vagy ezt az előadási darabot, ezt a zenét. Most ugyanez van a magyar műzenénél és a csárdásoknál, tehát olyan skálákat kell venni, gyakorolni, amelyek erre a stílusra jellemzőek. Hogy erre a stílusra mik a jellemzőek, ezeknek jelen pillanatban nincsen írott formájuk, mert nem tanítják. Tehát ez egy nagy probléma, hogy nincsen írott formája.
Ezt elkezdtem én úgy lejegyezgetni, megcsinálgatni, de hát még ez rengeteg idő, mert ugye a cigányzenészek körébe ez ilyen apai ágon, vagy anyai ágon, vagy családi ágon öröklődik. Elmondják nekik, megtanítják, de nincsen itt formája. Na most ennyit a Rizsa részéről, és a vége az már nagyon rövid lesz, és akkor még egyszer elnézést kell kérnem, mert hogy az én produkcióm az nem szerintem színpadképes produkció, ezt nagyon be kell vésni az agyba, tehát hogy nehogy megdobáljanak paradicsommal, meg valami hasonlókkal. Tehát én egy éve nem vettem fel a hangszert, mert nem vagyok aktív zenész, de megpróbálnám bemutatni azokat a stíluselemeket, illetve azokat a dolgokat, amelyek mondjuk elviszik a harmonika játékot abba az irányba, hogy azt mondjuk rá, hogy egy magyar zeneszerű előadást hall a közönség. Jó? Fogok egy széket. Megvívunk a technika ördögével. Az egy fugaszerű dallamot fog felépíteni az adott dallamnak. Ez egy lassú csárdás lenne, mint hogy az egész zenekar játszana benne, tehát egy majdnem, hogy egy
meg legyen benne a mély, a brács, a futam, minden. Ugyanez a dallam. Azzal a dűvővel még megadja a tánclépéseknek a hosszát is végeredményben, hogyha itt lenne egy tánc is, és be lehetne mutatni. Ugyanaz a dalam. Szinten, tehát hogy színpadra szeretné vinni, akkor rengeteget kéne gyarbőkorban, és még jobb lenne. Tehát ne ezt a szintet, nem ezt a szintet kell elképzelni, én csak megpróbálom demonstrálni. És ami még nagyon fontos, ugye ez most egy csárdás volt, és ezen kívül van a magyar nóta, ami egy rubátó megjelenés zenei kifejezéssel, ami nagyon-nagyon nehéz azért, mert az ütemet és annak a lüktetését csak belül lehet érezni, és egy ismerősöm kérdezte, hogy miért van minden magyar nótában az benne, hogyha most így utána akarom kifejezni, hogy helytemető, temető, tehát az mit jelent? Mit jelent valójában? És hogyha most belegondolunk, hogy itt mondjuk azt, hogy sírva vigad a magyar. Tehát ez maga a keserűséget is meg tudja jeleníteni, mert hogyha mondjuk csípőfogóval az ujjamat összeszorítják, akkor jaj, vagy leforrázom magamat, jaj, tehát hogy a fájdalomnak a kimutatását jelenti, és a hallgatókban ez jelenik meg. És akkor van egy kocsmai éneklés, és akkor azon, hogy és remekteti a hangot. Tehát itt van a fájdalomnak a megjelenítése. Hogyha most próbáljunk megnézni egy hallgatót, hogy az hogyan szólalna meg harmonikán, akkor ezeket a motivumokat is bele kellene érteni ebbe a részbe. Hát megpróbálom prezentálni, vagy interpretálni, de nem biztos, hogy annyira fog menni.
legalábbis azt jelentettem ki, hogy a magyar zene, a magyar ember a harmóniájába éli meg a zenét, és nem a dallamaiba. Lehet egy jó zene, megjegyezi a dallamot, dudorásza, de ugyanakkor valójában tudat alatt a harmóniákat érzi. És minél képzettebb valaki, vagy minél jobban érez valaki a stílust, annál jobban fogja tudni mondjuk a magyar zenét harmonizálni. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy a magyar zene mindenben négynegyedes ütemben gondolkodunk. Minden egyes hangra egy-egy akkordot kell vagy célszerű játszani. Adott esetben egy-egy hangra, hogyha mondjuk kitartott, akkor négyet is. Ez folyamatosan fejlődik. Körülbelül ugye a 1970-es években jutottak el a cigányzenészek odáig, hogy például Esztamba, tehát amikor ingabasszus használunk, a munca, tehát erről beszélünk, ott egy hangra négy akkordot fogtak a zenészek, tehát a cimbalmosok, illetve a brácsások. Ezt harmonikán valószínű, hogy nem lehet elérni jelen pillanatban, én nem tudok rá technikai megoldást, meg még el sem tudom képzelni, tehát én egyszer-kétszer hallottam ilyet, de az, hogy egy-egy hangra, tehát egy hang, egy akkord, vagy egy hang, két akkord, az megoldható minden esetben. Azt is szeretném majd prezentálni, és még ami nagyon lényeges, hogy nem minden csárdás vagy műdal alkalmas arra, hogy szétharmonizáljuk, mert nem olyan a szerkezete, nem olyan a dallam szerkezete, hogy harmóniákkal bele lehessen tűzdelni. Ezt úgy kell elképzelni, mint a jazz számot. Van olyan jazz szám, amit nagyon jól, nagyon szépen meg lehet harmonizálni, de vannak olyan jazz számok, vagy olyan darabok, amit egyszerűen nem lehet, mert olyan a szerkezete a dallamnak. Most egy olyan számot szeretnék mutatni, amit hát úgy szét lehet harmonizálni. És itt is megpróbálom kikapcsolni, hogy jól lehessen először hallani azt, hogy mennyi harmóniát lehet belerakni. Először feljátszanám a dallamot. Egyébként az a neve, hogy jaj, de régen volt, de nagyon soká lesz. Itt ahány hang, annyi akkordot jelent. Megpróbálom még jobban ezt csak a harmóniákra, tehát az akkordokra kihegyezni. Ez itt körülbelül a vége, itt tart most ez a dolog, hogy így a
magyar zenét így adaptálni lehessen. Én úgy gondolom, hogy amit én mondtam, annak a fele nem igaz, de minden esetre azért nem igaz, mert nem tanultam. Tehát nem tudom minden esetben alá támasztani, hanem csak a megérzésekre, illetve a logikus következtetésekre tudok alapozni. És de viszont mindenféleképpen, hogyha itt az emberek között van olyan, aki esetleg szeretne vele foglalkozni, vagy érzi azt, hogy ebben van egy kis jó, gondolatébresztőnek mindenféleképpen úgy gondolom, hogy megéri azt az időt, amit rászántak. Én szeretném megköszönni a figyelmet. Mi is köszönjük. Ennyi. Ha van kérdés, akkor ha lezajlódik,